Napi szinten átlagosan 30-35 munkás dolgozik azon, hogy az akadémia kiépítése a tervezett ütemben haladjon, és jövő év augusztusára el is készüljön. Ma valószínűleg az összes külső nyílászárolt beépítik az asztalosok. Ez azért fontos, hogy a benti malterozással, vakolással el tudjanak kezdeni a munkások dolgozni, ugyanis már most a vízvetékszerelék, a kanalizáció és az áram is a földszintben is az első emeleten meg van csinálva. Az ügyvezető elmondta, az akadémiai rendszer felépítése is hamarosan megkezdődik majd, és a jövő héttől már megkezdik a fiatalok toborozását is. A szakmai munkát végző edző, fizioterapeut, sportorvos, masszőr stábnak a kialakítását és a toborzással is indulunk, hiszen úgy gondoljuk, hogy legkésőbb ott május közepéig nekünk a listának el kell, hogy készüljön az egyik és a másik listának is. Az ügyvezető hozzátette, hogy a tervek szerint 12-14 részmunkaidős alkalmazott foglalkozik majd körülbelül 30 fiatallal.